Jó estét kívánok mindenkinek! Ismét történt az egyik börtönben, a Tiszalöki börtönben egy erőszak, ahol négy büntetés végrehajtási dolgozó, tehát börtönőr, smasszer, életveszélyes állapotba vert meg egy fogvatartottat. Ez egyébként rendszeres. Tehát folyamatosan vannak ilyen atrocitások, visszaélnek a hatalmukkal a börtönőrök, a parancsnokok pedig nem ö, csinálnak semmit, csak abban az esetben, ha már vég, végleg nem lehet, eltussolna az ügyet. Ezt, ezt, ezt biztosan állítom, tehát ezt nem találgatok. Hát ott voltam sajnos elég hosszú ideig, fél évig voltam különböző börtönökben és minden börtönben hasonló dolgok előfordultak, és rendszeresen. Hát itt először is különböző pszichológiai vizsgálatokon kellene, hogy megfeleljenek ezek a büntetés végrehajtási dolgozók, de hát a, a, ahogy én láttam, mert bele láttam a ö, vizsgálatokba, és egyrészt azért, hiszen volt a... a volt olyan börtön, ahol az orvos nagyon régi ismerősöm volt, mondhatni jó barátom, és hát volt több olyan börtönőr, vagy komandos, vagy akár bévés tiszt, aki korábban velem együtt dolgozott, vagy például sportolt. Úgyhogy ők is elmondták annak idején is, hogy sajnos ez van, nem nagyon lehet mit csinálni, nagyon nehéz minőségi Dolgozókat felvenni. Hiába van esetleg kiemeltebb fizetés a börtönökben most már, de egyszerűen nincs emberanyag. Na most a Tiszalöki börtönben én is voltam, onnan szabadultam. Most már több mint 7 évvel ezelőtt az állapotok ott is szörnyek voltak, hát főleg az akkori parancsnok, most már azóta megváltozott, de az akkori parancsnok egy igazán alul képzelt, narcisztikus kis törpe volt, és tényleg nem illik az embernek, valakit a külső alapján megítélni, de azért ezt gondoljátok el, hogy egy ilyen 165 cm pocakos, nagy napszemüvegbe járt állandóan, és a telefonjának a csörgése a keresztapa volt. Tehát azt el lehet képzelni, hogy milyen identitás zavarban szenvedhetett ez az illető, és hát próbált megfelelni, akkor mikor beszéltem vele, akkor kedélyes volt, mindent megígért, egy igazi fals, aljas ember volt. Aztán később megbukott ő is, mint ahogy nagyon sok előző parancsnok, vagy más börtönben lévő parancsnok, vagy felsővezető és aztán rendelkezési állományba tették, aztán lenyugdíjazták. De hát most megint előfordult az, hogy az egyik fogvatartott nem tartotta be a börtön szabályzatot. És állítólag ugye azt kommunikálta a BB, hogy rendszeresen nem tartotta be a büntetés végrehajtási intézet szabályait és ezért megbilincselték, és két börtönőr a megbilincselt, tehát a védekezésre képtelen fogvatartottat össze-vissza verte, a másik kettő börtönőr pedig ezt nem akadályozta meg, úgyhogy mind a négy börtönőrnek, az ügyészségért az előzetes letartóztatását állítólag előzetes letartóztatásba is vették őket. A fogvatartott száz nap múlva szabadul, és most már úgy a legfrissebb hírekből úgy tudom, hogy már jobb állapotban van. Én arra gondoltam, hogy kellene egy olyan fórumot létesíteni, ahol a fogvatartottak, a volt fogvatartottak, vagy esetleg a jelenlegi fogvatartottaknak a hozzátartozóik elmondhatnák, hogy miket tapasztalnak. Mert borzalmas törvénytelenségek vannak a börtönökben. És a, vannak egyes emberek, akik azt mondják, hogy hát a fogvatat megérdemli, mert nem kell, hogy börtönbe kerüljön. Mi az, hogy nem kell, hogy börtönbe kerüljön? Aki börtönbe kerül, és akit elítélnek egy bűncselekmény miatt, az nem azért kerül börtönbe, hogy ott azt tegyenek vele, amit akarnak, hanem azért, mert elkövetett egy bűncselekményt, és a bíróság ezért szabadságvesztésre ítélte. Szabadságvesztésre, még egyszer mondom. Tehát a szabadságát korlátozzák, nem, vált, nem ö, választhatja meg a tartózkodási helyét, hanem ott kell lennie, ahova a büntetés végrehajtás országos parancsnoksága elrendeli. De ebben is gaz emberek, mert a törvény azt mondja, hogy mindenkit a lakói lakó helyéhez földrajzilag legközelebb eső büntetés végrehajtási intézetbe kell elhelyezni lehetőség szerint. Tehát direkt betettek egy szót a lehetőség szerint, amiben aztán belekapaszkodnak is erre hivatkozva, mindig azt mondják, hogy hát a lehetőség szerint, de hát nem tudjuk a földrajzilag legközelebb eső végrehajtás intézetbe elhelyezni a fogvatartót. Tehát velem ezt ugyanígy eljátszották, azt mondták, azért nem lehetek Budapesten, ugye budapesti állandó lakos voltam, mert hogy Budapesten nincs a börtönbe hely. Hogy mi mondtuk, akkor mi majd elmondjuk, hogy éppen melyik börtönből, honnan és hány ember szabadul, természetesen ez egyáltalán nem érdekelt őket. Itt a, a büntetés végrehajtás intézet ez külön büntetésként alkalmazza, teljesen jogtalanul, de mivel nincs semmiféle érdek, eh, érdek szövetség vagy, vagy, egy érdek szervezet, aki fogvatartottak érdekét képviseli, ezért ezt megtehet, és ezért vannak ezek a aljas eh, támadások, hogy négyen, öten, hatan börtönőrök össze-vissza rugdalják és verik a fogvatartottakat, és hát több olyan esetről is lehet tudni, amikor a fogvatartottak elhaláloztak. És ezért egy mérsékelt büntetést szokott a bíróság kiszabni. Én még nem hallottam olyat, hogy nyolc évnél többet kapott volna egy börtönör. Hát szóval azért gondolják már végig a bírók, vagy az ügyészek, vagy a rendőrök, hogyha az ő hozzátartozójuk kerül be, és azt veri agyon négy-öt ilyen tahó, hogy az mennyire jó lesne nekik. Tehát nyilván Valamilyen érdekképviseletet azt kéne, hogy kapjanak. Az ügyészsége erre nem megfelelő, mert az ügyészség mindenben együtt dolgozik a büntetés végrehajtási intézettel. Én még nem láttam olyan ügyészi ö, intézkedést, ami ö, a fogvatartottnak adott volna igazat. Tehát ez csak kivételes esetben van. Tehát kérem mindenkinek a a válaszát és a javaslatait, és arról is beszéltek, hogy miért nem lehet jól hallani azt, amit mondok, mert hát látjátok, itt van a mikrofon, ott van a vevő, és azt mondják, hogy féloldalas, mert hogy a sztereóban csak a bal oldalt lehet hallani, vagy esetleg csak a jobbat, ezt nem tudom. Mi a, amit itt én Tudok nézni a laptopon és a telefonomban nálam teljesen tökéletes a hang. Mindenkinek kívánok további szép estét.